Szekszárd megyei jogú várossport és ifjúsági bizottsága idén 5. alkalommal adta át a Szekszárd büszkesége sportolója és edzője elismeréseket. Az év sportolója díjat Szemerei Levente, a sportközpont középtávfutója vehette át a Városházán megrendezett ünnepélyes díjátadón. Gyurkovics János alpolgármester azt mondta, kívánja, hogy a sportoló a jövőben ugyanilyen vagy ennél nagyobb sikereket érjen el a sportágában. A nagy örömünkre megérkezett az év sportolója díjazottja, a Szemerei Levente, aki épp versenyről érkezett, Splitben volt egy félmaratonon, ott második helyezést élt el, és hát az eredmény listáját nézegetve 2021-es, 2022-es évben, a 2021-ben 4-szeres magyar bajnok volt, az Európa-bajnokságon 16. helyezettet ért el, 16. helyezést ért el, és mellette 7 hetet volt Kenyába edzőtáborban. Szemerei Levente elmondta, hogy megtiszteltetés számára ez a díj, és a jövőben is igyekszik majd, hogy az általa elért sikerekkel öregbítse Szekszárd hírnevét. Pályaversenyzést ezt picit hanyagolom, utcai versenyzésbe gondolkozunk el, hogy a jövő évi budapesti világbajnokságon indulni tudjak maratonon, maratoni távon. Tegnap versenyeztem Splitben, ma érkeztünk haza, egyéni csúcsot futottam. Az év edzője díját a KSC kosárlabda csapatának vezető edzője Gyoki Dzsajko vehette át. A díjazottakat a hivatalában fogadta Ács Rezső polgármester, aki elismerését fejezte ki az elért eredményekért, és azt kívánt, hogy a jövőben mindketten tovább öregbítsék a megyeszékely hírnevét.